Táblákon a nyírtéti református templom múltja. Régészek szerint még az Árpád korban épült, történelme során pedig több átépítésen is átesett. 1936 után azonban jelentősebb beavatkozás nem történt rajta egészen 2017-ig. A reformáció 500. emlékévében feltárásokba és felújítási munkálatokba kezdtek, melyeknek idén értek a végére. Vasárnap a helyi gyülekezet tagjain kívül számos egyházi és világi vezető töltötte meg a templomot felavatása alkalmából. Áldja és szentelje meg ezt a felújított Istenházát. Fogadja el azokat a tárgyakat, amelyeket felajánlunk neki. Az új szószéket, az úrasztalát, a megújult berendezést, és áldja és szentelje meg azt a hangszert, amely Isten dicsőítésére hív bennünket. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A hálaadó Isten tiszteleten Kósa Lajos is ünnepi beszédet mondott. Meggyőződésem, hogy a szeretet jókedvű. Nem lehet igazán szeretni rosszkedvűen. Az jó Isten egészen biztos, hogy jókedvével teremtette ezt a világot. A teljes rekonstrukció során megújult a templom tetőszerkezete. Láthatóvá váltak a feltárások, mint például a megmaradt eredeti vakolat. A külső mellett teljes belső felújításon is átesett. Kicserélték a bútorzatot, a padokat, a szószéket és Mózes széket, emellett új orgonát is kapott az egyházközség. Mindezek összesen több mint 60 millió forintba kerültek. A helyi lelkész szerint sokkal messzebbre jutottak a munkálatok során, mint azt eredetileg tervezték. Az Isten jobban tudja, mint mindig, most is jobban tudta, hogy nekünk éppen mire van szükségünk, mert az ő tervei sokkal nagyobbak, meg távolabbra mutattak a mi terveinknél. Adott nekünk különleges lehetőségeket, adott képességeket, adott talentumokat, amivel szerettünk volna élni, és úgy érzem, úgy gondolom, hogy tudtunk is élni. A hálaadó Isten tiszteletet követően a templom kertjében egy emlékművet is felavattak, amelyen a nyírtétel szolgálatot tett lelkipásztorok nevei olvashatók.